örömmel tölt el minket, hogy egy ilyen piszin szakma, mint a könyvtárosok, meg tudtak 25 éven keresztül maradni. És 25 évvel ezelőtt, pedagógus szövetség után a mi magyar szakmai szervezetünk volt a második, aki megalakult és bejegyeztette magát. A Kárpát-medencében sem minden elszakított régió mondhatja el magáról, hogy magyar könyvtáros egyesülete van, ugyanis rajtunk kívül a romániai és a szlovákiai magyar könyvtárosoknak van saját magyar egyesületük, a többi kollégánk nagyobb egyesületeken belül végzik feladataikat. Tagjaink kárpátaljai közkönyvtárak munkatársai. Ha a végeket nézzük, akkor a legkeletibb tagunk az Aknaszatinai Nagyközségi Könyvtár, ő a szórványügyi felelősünk is, Pap Marica, és Kárpát a legnyugatibb pontja a Salamoni Könyvtár, ő is, a Salamoni Könyvtáros is tagunk, de az Ungvári Városi, a Kárpátaljai megyei tudományos könyvtár magyar és idegen nyelvű részlege, az Ungvári Járási Könyvtár, tehát a Munkácsi, minden járásból vannak tagjaink. Sajnálatos módon most Huston az igazgató, aki magyar nemzetiségű volt, más munka után nézett, és jelenleg sajnos húzta az, ahol nincs magyar könyvtár, és nincs az egyesületünknek magyar tagja. Azon kívül, hogy könyvtárakat vezetünk, mert ez van írva a munkaköri leírásban, tagjaink egy igazán jó csapat, és a munkakörükön, munkaidejükön túl is igyekeznek a szép szóra, a magyar szóra nevelni, megtartani az olvasóközönséget, ezért egyre több könyvtár csatlakozik a Márai programhoz, ehhez a Magyar Egyesületen keresztül van lehetőség. A Márai program olyan program, ahol a könyvtáros önállóan rendelhet könyveket a könyvállományába, és az elmúlt 25 év alatt jó kapcsolatokat alakítottunk ki sok mindenkivel, így a magyar külképviseletekkel is, akik minden évben elmondható, hogy háztól házig, tehát Budapesttől könyvtárainkig szállítják a Márai program által elnyert könyveket. A szervezetben vannak olyan tagok, akik az alapításánál is részt vettek, és ma is tevékenyen részt vesznek az egyesületi munkában, de vannak fiatal kollégák is, akik az évek folyamán csatlakoztak hozzánk, és ugye sajnos vannak olyan kollégáink, akik az égi könyvespolcok mellől nézik azt, hogy jó, végezzük a tevékenységünket. A könyvtárak állománya nagyon változó. Szokták mondani, hogy nagyon sok minden ember függő, hát ez a könyvtárakról igen elmondható, tehát akik részt vesznek pályázatokban, azokon a települési könyvtárosok, ami tagjai, nem az iskolai könyvtárosok, csak települési könyvtárosok, tehát azok a települések, akinek jó testvér települési kapcsolata van, vagy gazdagabb önkormányzat, ott a könyvtárak fizikailag jobb állapotban vannak, a könyvállomány is jobb, gazdagabb. Viszont az, hogy milyen rendezvények, vagy mennyire népszerű, mennyire ismert, mennyire közkedvelt egy könyvtár, ez mindig az adott kollégától függ. Elmondható, hogy az utóbbi időben javulást tapasztalok ez ügyben, és bár sokat szidják a közösségi oldalakat, és mondják, hogy az internet az olvasás rovására van, elmondható, hogy annak köszönhetően, hogy a legnépszerűbb közösségi oldal a Facebook, egyre több információ kerül fel könyvtárainkról többet tudnak, látogatottabbak, és azok a rendezvények, mondjuk egy-egy könyvbemutató, aminek bemutatójára rendezvényt szervezünk, népszerűbbek, keresettebbek olvasóink körében. A gyerekek a legaktívabb olvasóink, illetve a nyugdíjasok vagy a nyugdíj környékiek, akik leggyakrabban látogatják könyvtárainkat. Szokták mondani, hogy nem olvasnak. Hát nem igaz, mert olvasnak az emberek, csak ugye, mint minden, átalakulnak az olvasási szokások is, és általában azok mondják azt, hogy nem jár senki könyvtárba, vagy nincs szükség a könyvtár, akik maguk sem járnak. Tehát én mindenkit szeretettel hívnák, várnák, hogy látogassak könyvtárainkat, és meglátja, hogy érdemes betérni, mert sok érdekes olvasnivaló van, vagy rendezvények vannak, amire érdemes betérni hozzánk.